Mit szeretnél? A kisebbik létrát el kéne ide hozzam, hogy tudjam. Fiúk! Ne! Fiúk! Nem bolondul! És csak azt mondtátok, hogy lent akartok. Mutatom, hogy hogy kell lenni. Én fent akarok! De fent másszon akarok. Hát de én a töltől vágom akarok. Apa, én akarok. Hol a... Ne, megy ezzel, csináld el. Apa, én melyiket törételjem? Most egy kicsi a falat? Nem akarok itt ágokat törni. De ez kijön kézzel is, ez a legjobb, amikor így kijön. Ez kecske rágó. És akkor nézd csak, ezt vág ki innen. Ezt? Én? Így. Én vágjam? Én kivágom. Apa, légy felszállom, ezt így ne. Apa, nehogy rám estetted. Mondjuk nem volt tiszteletet, mert kiholtott. Mondom, olyanokat is szoktak csinálni, hogy itt van ez a hajtás, azt innen kivágják az egészet. És hát azt egy druzsbával lehetne egyébként. Tessék? Azt egy druzsbával nem lehet? Hát de nem, van még ezen, az idén fog teremni, nem? Én sajnálok akkora. Ez megy le az át. Ugyan ott felé! Na, mindjárt másképp lesz ki a dolog. Jó lesz az, jó van. Ügyes vagy. Mutassak még olyat, amit ki kell vágni? Igen. Picit lép följebb. De majd, hát jól a fehér metszőt, az enyémet látta valaki? Felsegít nem más. Ide. Hát, de ott nem tudsz megkapaszkodni akkor. Az a piros is sok. Vagy igen? Csak túl kicsi. Odafigyelj, amit csinálsz. Elhasaltál a fűbe. Hát az igaz. Ügyes vagy. Látsz még ott olyat, ami így kihajtott? Igen, egyet korábban. Azt jó, azt csináld. Ne úgy, hát ne úgy. Az nem fejsze. Nem követ, hanem vizet meg halat kell rakni? Dekorációnak kell. Aha, sokkal jobb. Ide, ez a kőhöz. Aha. Nézzük a fénymérőnket. Béket akarni.
Hagyjad, ered le! Ha miért? Hát egyszer látod, hogy rózsok. Én nem látom. Nem lát? Nem látom, hogy rózsok. Ha minden igaz, április 4-e van. Ez annak idején Magyarországon a felszabadulás ünnepe volt. Most itt Székelyföldön éppen beleesek a gödörbe. De lényeg az, hogy gyümölcsfákat ültetünk. Úgyhogy reméljük meg is maradnak majd. Merre menjek? Semerre. Most tegyél le. Jó. Mit szólsz? Vág. Mi van a fáradban? Bimbója se jön. Nem esik rá. Retek, petrezselyem, sárgalépa, itt a fokhagymát meghagytuk, és akkor a következő sor mi lesz? Hagyma, oké. Okay. Mert a két kajszit meg a cseresznyét már meglocsoltam. Fönt a három almafát, meg a vackort. Micsodát? Ja, fokhagymát. Zsunikét levetted, hogy itt ráfekszik az egérpadonra? Készül a vineta! Pucoljak hagymát? Nem lenne. Lilát vagy öröset? Lilát. Mennyit? Két? Mennyit? Egy nagy fejet. Egyet csak? Mennyi olajat tesz? Hát amennyit elbír, hogy krémes legyen, kenhető legyen. Nem tudom, hogy mennyire passzol ehhez. Előtte meg van sütve széne.
most már többet nem rakok össze. Befér. Menjünk a tulipánkáig. A kertből a Jóska. Hát figyelj, ezzel nem sokat kellett foglalkozni, ezzel szórta magát. Hát ez már évek óta egy terterés. Nincs különösebben baj vele. Mondja, hogy vissza kell nyírni. Vissza szoktuk egy kicsit nyírni. Ha nem elhullassa magát, még több lesz minden felé. Van, de a torna. Nem mutatsz körül. Itt van a Nusika, varázsolt egy tojáskát, és nagyon örül neki. Aztán itten vannak szép virágok, és itt a bárányka vigyáz a kis csirkékre, akik kikeltek a tojáskákból, és egyiket viszi is a hátán. Szép idő van, süt a naposzka ott fönt, és itten virágzik a fa. Ja. Kész az olivás, fokhagymás, paradicsomos kenyér. Narancssárga lett a paradicsomtól. Itt vannak benne az oliva dolgok. Azért ilyen színű, mert paradicsomos. Az íze az majd kiderül, hogy milyen lesz. De az illata nagyon jó.
Voltál le, hogy téve? Voltál, ne voltál, végig van a téve, a padok minden, rendben. Odaadjam a kulcsimat? Nem. Oda, nem szívesen. Tündingó festi a kerítés oszlopokat. Illetve még nem festi, alapozza. Szép ez a zöld. Uh-huh. Na, hát már mennyit? 8 lukat kiástam meg, benne is van már a broktégla. Uh-huh. Vagy a zsarutégla. Lehet, hogy nem is kell. Igen. Hát igen, de láthatom, hogy esővel jobb kucsok rozsdások, és azért kell. Igen. Mi erről van, mi azt ott szecélyel, itt van olyas, azt hagyjam. Ezt ott vegyed, itt mi? Azon nincsen rót. Az nem könnyű azt ott szétszedni. Azt 10 évvel kell majd a csípőfogóval le kell szedni. Azt ott szedjed a másik. Most már nekiálltam a... Azt azért, hogy azt... De az csípőfogó kell, azon egyszerűbb, hogy szét tudod szedni. Az későre lesz meg, a másikot addig szétszeded, amelyiket én mondtam. És akkor ez is meg lesz ott. Itt még túlfelül is, itt könnyen fiatték, itt az alma. Hát de jobb, hogy bent az árnyékban csináltad. Azért most. Ha lett volna egy eső, akkor szerint az alapozónak.
De jó dolgotok van. Készül a kerítés. Ha de legyen jó dolgok is egy kicsit. Igen, és ha kimész, ha még marad, akkor visszajössz. Hát igen, belévetődött. Segítesz elocsolni, Dubi? Hát igen. Hát ezért kellett. Cukik vagytok. Nem bántjuk a cicát. Nem mi van? Iszál vizet a zsömi. Látod, macskó? Te is ihatsz belőle. Ő fiú cica. Igen. A zsömi most föl fog oda ugrani. Csak nem mászkáljon el, mert megyünk be a városba. Zsömi! Zsömi! Héno!